Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Kis László vagyok, a Nyíregyházi SC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium, vagy ahogy Tiszalökön ismerik, a GIMI igazgatója. Miért kérem most a figyelmüket? 1953. szeptember 1-én, azaz 70 éve indult el ezen a helyen a középfokú oktatás Tiszalökön. És erre a 70 éves jubileumra szeretnénk megemlékezni. És ebből az apropóból készítettünk önöknek egy kis összeállítást. Kérem, fogadják szeretettel! Arra nincs lehetőségünk, hogy a 70 év valamennyi történését felelevenítsük, de az iskolában berendezett kiállításon kiragadunk néhányat közülük.
Most pedig következzen néhány volt diákunk visszaemlékezése. Úgy gondolom, hogy a Bereckei Sándor név fogalom volt Tiszalökön, és a mai napig is szinte mondhatni, hogy fogalom, hiszen apáról fiúra szállt az a hírnév és dicsőség, nevezzük úgy, sikerült továbbvinni azt a bizonyos rangot, és nem utolsó sorban azokat az emberi tulajdonságokat, ami Sanyi bácsiban is megvolt, és benned is megvolt. Nyugodtan úgy gondolom tegeződtetünk, hiszen mindketten a telekibe jártunk, és amiért ez a beszélgetés létrejött, tulajdonképpen egy visszaemlékezés arra az időszakra. Ez az egész visszaemlékezés sorozat, ez tulajdonképpen három korosztálynak a visszaemlékezése, pont te vagy az, aki legutoljára végeztél, és akkor nem is kérek mást, hogy abban az időben, amikor már ti voltatok gimnazisták, milyen volt a légkör, milyen volt a hangulat, a követelmény, és bármi, ami ebbe belefér. Igen. 1981 és 85 között jártam a Teleki Blanka gimnáziumba. Ez pont az a korszak volt, amikor már a Szakács Feri bácsi által fémjelzett, mondjuk egy kemény vonalas időszak, ahol szoknyavizit, hajvizit, ezekről csak úgy hallottunk, ez már megszűnt, és Berci bácsi volt ekkor már az igazgató, és tulajdonképpen én így utólag, ez mindenféle kritika nélkül, tehát ugye én nem éltem meg a Szakács Feri bácsi időszakát, de a Berci bácsi féle időszak az egy ilyen, mondjuk egy ilyen szabad szellemű, egy ilyen liberális felfogású oktatás volt. Itt már nem voltak ilyen, a koedukáció is már egy picikét kezdődött, lett vezetve, nem volt tilos a folyosón beszélni a lányokkal, stb. Tehát kifejezetten ebben az időszakban kezdtem el a gimnáziumba a tanulmányaimat. Nekem az első évben Jungné Pirike néni volt az osztályfőnököm, tulajdonképpen a osztályunk vegyes összetételű volt, öten voltunk fiúk, a többiek lányok. Nem bánkódtatok nagyon. Nem bánkódtunk, igen, így van, tehát a többiek lányok voltak. Tiszalökről elég sokan ismerőseim voltak már az általános iskolából, és akkor végülis a környék településeiről, Tisza Nagyfalu, Tisza Eszlár, Tisza Dobról voltak osztálytársak. Nagyon hamar összebarátkoztunk, nagyon hamar megtaláltuk a közös érdeklődési kört, emelyben nagy segítségre volt Pirike néni is, egy nagyon, nagyon kedves, egy nagyon jó pedagógus volt. Tulajdonképpen a matematikát nagyon érdekesen szerettette meg velünk, ugye mindenki félt, hogy a gimnáziumi matematika, illetve ezek a reáltárgyak hogyan fogjuk majd ezeket tanulni, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon pozitív impulzusokat kaptunk tőlük. Emellett ugye akkor már a számítástechnika is kezdett tért hódítani, bár első osztályban még nem voltak személy számítógépek, de aztán második évtől sikerült, akkor került hozzánk Mester Jancsi, aki ugye az NDK-ban, akkori NDK-ban a Robotronnál dolgozott, ugye matematikus volt, és hozott egy ZX81-es számítógépet, és utána minden fiatal, aki ben volt némi számítástechnikai affinitás, megrohantuk ezt a számítógépet, és úgymond gépidőt kellett kiharcolni, és akkor tulajdonképpen másodiktól kezdődtek el ezek a számítástechnikával kapcsolatos szakkörökbe jártunk, tanulmányi versenyekre jártunk. Bocsánat, igen? Csak annyi, hogy 79 tavaszán soha nem felejtem el, a Neumann János budapesti középiskola, ahol már ment a számítástechnika, neki adott egy számítógépes rendszert a Teleki Blanka gimnáziumnak, egy Cellatron X2-es, erre emlékszem mai napig, és Verez Zoli, egy tiszaújvárosi súlyemelő, és én így mentünk érte. Csak úgy tényleg az érdekesség, hogy a nyomtató valami két mázsa volt, nem beszélve a főgépről. Így van. Ez ott volt. Ennek volt külön egy klimatizált helyiség, mert nagyon hőmérsékletérzékeny volt, még lyuk. Tehát nem sornyomtató volt, hanem írógéppel működött. Ezek voltak a perifériák. Tulajdonképpen amíg én ott tanultam, azt soha nem indították már akkor be. De tulajdonképpen ez egy múzeális darab volt, és gyakorlatilag egy fél. Később az egyetemen mindig azon viccelődtünk, hogy
amikor így a számítástechnika terembe mentünk, és a folyosóra ki voltak tolva ilyen nagy szekrények, hogy mi ez, megjöttek az orosz számítógépek. Tehát picikét ez is olyan típusú volt. És tehát egy nagyon szerencsés időszakban kezdtünk el az egy, a gimnáziumban tanulni, tehát bejött a számítástechnika, és utána szépen folyamatosan fejlődött, ami tulajdonképpen alapvetően meghatározta a mi érdeklődésünket, mert szerintem aki akkor ezzel ugye elkezdett foglalkozni, fiúk, lányok, ők később valamilyen szinten hát vagy szakmájuk részévé vált, vagy programot fejlesztettek, tehát ez egy nagyon jó korszak volt. Másodévtől ugye új osztályfőnökünk lett, mert Pirike nénék elköltöztek Karcagra, Szemrádiné Mária néni volt a osztályfőnökünk. Nem volt neki egyszerű átvenni bennünket, de hamar megszerettük egymást. Nagyon jó pedagógus, nagyon jó pedagógiai érzékkel foglalkozott velünk. Ő tanította a normál matekot, és ugye harmadévtől pedig fakultációra jártunk, tehát utána már, és a fizikát tanította még nekünk a férje, Tamás. Hát kérdezzek, általános iskolában te jó tanuló voltál? Általános iskolában jó tanuló voltam, csak mivel édesapám és édesanyám is tanítottak engem, nekem, mint pedagógus gyereknek, így utólag azt kell mondjam, kb. Dupla annyit kellett teljesítenem ahhoz, hogy mondjuk megkapjam a jó jegyet, amellyel meg tudom érteni a szüleimet, tehát mindenért meg kellett úgymond duplán küzdeni. Jó tanulónak számítottam, kifejezetten jó tanulónak, de igazából a gimnáziumban teljesedtem ki. Na csak ezért kérdezem, hogy milyen jó tanuló voltál, és abban az időben emlékszel, hogy Nyíregyházan az Rényi már a Kölcsei kezdett felfutni, a Vasvári Pál gimnázium, és igen, ezek voltak a menők. És te mégis Tiszalökön a Telekit választottad. Hát, volt szülői ráhatás? Nem, ennek nem volt szülői ráhatása, viszont Pál János szembe szomszédunk, ugye Pál tanárnének a fia, ő nekem gyerekkori, hát jó barátom volt, 6 év volt köztünk, aki országos fizika versenyen 9. lett, és őt fölvették felvételi nélkül a Budapesti Műszaki Egyetemre, és ez nekem annyira meghatározó volt ez az élmény, hogy én utána elhatároztam, hogy én is a Budapesti Műszaki Egyetemre szeretnék majd tovább tanulni, és úgy gondoltam, hogy ezt így utólag nem belemagyarázás, de úgy gondoltam, hogy egy olyan gimnáziumban, ahol mondjuk viszonylag kevesebb a létszám, ott többet tudnak a tanárok azokkal a diákokkal, úgymond minőségi időt többet tudnak ráfordítani, akik tovább szeretnének tanulni, mert azért a mi osztályunknak is a jellemzően az volt, hogy a 25 főből körülbelül olyan 10 volt az, akinek volt szándéka tovább tanulni. A többiek szerették volna az államigazgatást elvégezni, vagy az operátorit, és utána mondjuk munkát vállalni. Aztán ez a szakkörök, illetve a fakultáció bevezetésével ez nekünk tényleg be is igazolódott. Tehát tényleg mondjuk 5-en voltunk matek faktusok, és nem 30-an mondjuk, mint a Krudiba vagy valahol, és így tényleg a Mester János, vagy később a Róka Sándor, vagy akár a fakultáción, akár a Tamás, Szemeradi Tamás, vagy Marika néni, tényleg személyre szabottan tudtak úgymond oktatást nyújtani nekünk, és én szerintem ez volt alapvetően az, ami engem nem motivált az, hogy a Kossuthba elmenjek, vagy a Vasvári Pálba. Jól is sportoltam egyébként, mehettem volna sportagozatos gimnáziumba is. Így utólag megítélve, hogyan látod a gimi színvonalát? Ezt megkérdem mindenkitől, mert nyilván máskor, más időszak, más tanárok. Igen. Hogy úgy gondoltad, hogy ha elmész tovább, akkor ebből a gimiből olyan szinten tudod vinni a tudásodat, hogy túl sokat vagy egyáltalán nem kell pótolni majd az egyetemen? Meg kell mondjam őszintén, ez most nem tudom, hogy én úgy gondolom a gimnáziumnak is köszönhető, de a mi évfolyamunkból, akiket fölvettek az egyetemre, volt köztük, akit a közgazdasági egyetemre fölvettek, műszaki egyetemre, ők, és akiket elsőre fölvettek, tehát nem kellett mondjuk egy évet elmenni dolgozni, és az alatt a tananyagot egy picikét feleleveníteni, én úgy gondolom, tehát az nem az oktatás színvonala. Tehát nem az oktatás színvonalában kellene keresni az okait annak, hogy esetleg miért volt viszonylag alacsonyabb a továbbtanulási siker. Én úgy gondolom, hogy nem azzal volt gond.
Voltak köztünk olyanok, akik a Kossuth Egyetemre, magyar történelem, tehát minden, tehát humán és reál területen is. Akik, én úgy gondolom, akik igazán tehetségesek voltak, azoknak ez a millió, ez a családias, nagyon, nagyon jó hangulatú gimnázium, ami 81-től 85-ig, amíg én ott voltam, ez tapasztalható volt, ez abszolút minden hátteret megadott. És tényleg, ugye így felnőtt fejjel látom azt, hogy milyen jó, ha az embernek olyan kollégái vannak, akik igénylik a törődést, igénylik, érdeklődnek, és nem pedig csak az első 5 perc után nagy ásítással valahogy végighallgatják a dolgokat. Én most kezdem azt átérezni, hogyha egy tanár találkozik olyan diákkal, aki érdeklődik, akkor az milyen inspirációt ad magának a tanárnak is, hogy van értelme belefektetni, és tényleg ezt vettem észre, hogy viszonylag jó garnitúra volt a miénk, nagyon jó volt a mi garnitúránk, és akkor jó garnitúra volt, de gondolom csináltatok húzottságokat is. És akkor most szeretnék tőled kérni egy negatív és egy pozitív bármiféle sztorit. Tehát gimnáziummal kapcsolatos negatív sztori, vagy pozitív, igen. Hát hadd gondolkozzak, csináltunk mi sok diákcsényt. Hát ezt elmondom, igen, negyedikben, nekem nyugodjon, Király Berci osztálytársam volt, és Bercinek sikerült egy kollégiumi kulcsot szerezni, és a szilvesztert, 84-85-ös szilvesztert a kollégiumnak azon a részén töltöttük, ott bulisztunk, ami a fiú szakasz volt, tehát a sportpálya mellettibe. Ez például ilyen csintevés volt, vagy az is csintevés volt. És apuka tudta? Berci bácsi? Szerintem nem tudta, biztos, hogy nem tudta. Aztán ilyen csintevések, hogy amikor elkezdenek a hormonok dolgozni, akkor ugye mi is próbáltuk a lányokat udvarolgatni nekik, hogy így mondjam, és akkor voltak beszökések a kollégium, esténként a sportpálya felől be lehetett mászni a kollégiumhoz, és akkor ott randiztunk a lányokkal. Hát igen, tehát voltak ilyen csintevések, voltak cigizgetések a gödörnél, nem volt ez annyira jellemző, de igen, tehát ilyen apró csintevések voltak. Most utólag így visszagondolva, ha előről kezdhetnéd, ismét a telekit választanád? Hát ha abban nem a mostani világban, nem, természetesen. Hát ha abban, akkor én úgy gondolom, igen. Tehát nekem azért nagyon jó 4 év volt. A barátaim, akiket általános iskolában megismertem. Tartod a kapcsolatot velük? Nagyjából? Hát azt kell mondjam, hogy az utóbbi 10 évben már kevésbé. Nem sikerült megszerveznünk érettségi találkozót sem, de 10 évvel ezelőtt még azért összejött egy érettségi találkozó. Egy picikét úgy most úgy gondolom, hogy egy picikét ellaposodott ez a dolog. Hát lehet, hogy azért, mert nincs egy olyan egyéniség, aki ezt úgy felvállalja, de még volt egy olyan, még Budapesten laktunk, akkor mi szerveztünk egy ilyen találkozót. Igen. Mivel a beszélgetésünk ideje az véges, épp ezért annyit szeretnék kérni, hogy ha összetudnád foglalni egy bő mondatban, akár lehetne ez egy üzenet, vagy egy visszaemlékező bármi a gimnáziumi évekkel kapcsolatosan. Hát életem fiatalkorom legszebb 4 éve volt, ezt kell mondjam. Egyrészt akkor váltunk gyermekből kamasszá, és tulajdonképpen életünk első szerelmei itt szövődtek. Itt döntöttük el, hogy az életpályánk esetleg hogyan alakul tovább tanulunk-e vagy nem, tehát alapvetően ez egy nagyon fontos mérföldköve volt az életemnek, tehát, illetve másoknak is, én úgy gondolom, és nagyon, nagyon, nagyon jó pedagógiai, és nagyon jó olyan hátteret biztosítottak a tanáraink. Köztük azért is, mert ugye korosztályon beli szülők is voltak, tehát Berci bácsinak is a fia, ugye osztálytársam volt, így ő valahogy ezt még jobban átérezte. Úgyhogy nekünk ilyen, tehát nekünk egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szép 4 évünk volt. Szabadabban, kicsit már fújdogáltak a változás szelei,
Úgyhogy ezt tudnám így röviden összefoglalni. Nem titok, hogy itt vagyunk a Tiszalöki Vizerőn, és te ennek az intézménynek vagy az igazgatója. Így, igen. Ebben a pozícióban, ha most bármiféle útra valót adhatnál a mostani diákoknak, hogy hasonló sikereket tudjanak elérni, mi lenne az? Igen. Ugye ma azt mondják, hogy életvégéig tartó tanulás az, ami az embert állandóan fritten tartja. Ezt csak meg tudom erősíteni. Még abban az időben, amikor a gimnáziumban végeztünk, illetve még az én is az egyetemen jártam, akkor nem volt ilyen, hogy évente, két évente megduplázottak a számítógépeknek a teljesítménye, illetve hogy a világ ilyen gyorsan fejlődik. Én nekem is rengeteget kellett munka mellett, hogy a saját tudásomat frissen tartson, fejlesztem. Én ezt tudom mindenkinek ajánlani, hogy ha eldönti, hogy milyen pályán szeretne, akkor ne lombozódjon le, hogyha az elsőre esetleg nem sikerül. Legyenek kitartóak, és folyamatosan fejlesszék a saját tudásukat, mert ez egy elcsépelt közhely, de amit saját magadnak megszereztél tudást, azáltal leszel értékes a munkaerőpiacon, vagy az életben bármilyen. A kapcsolatok azok meg tudnak szakadni, de a tudás az, ami értéket képvisel. Én ezt tényleg őszintén ezt tudom mondani, nem egy elcsépelt közhelyként. Nagyon jó végszó volt, nagyon köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok jó osztálya volt a Teleki Blanka gimnáziumnak, de nyilván csak arról tudok beszélni, amikor még én is oda jártam. Bár ennek sok tanár nem örült akkor. Volt egy nagyon jó évfolyam, az 1978-ban érettségizettek, és majdnem szinte fel is tudnám sorolni az osztályt, hiszen előttem végeztetek. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Bodnár József állatorvost, aki tagja volt ennek az osztálynak, de akkor még csak mint Bodnár Józsi. Ismerjük egymást, úgyhogy nem alakoskodunk itt a magázódással. Egy kis visszaemlékezés következik. Hogyan láttad az akkori iskolát? Ugye gondolom volt összehasonlítási alapod más középiskolákkal, de egyrészt mint tiszalöki, másrészt meg mint telekis diák. Gondolom láthattad, átélhetted a benne rejlő dolgokat, szépségeket. Hát abban az időben mi nem biztos, hogy érzékeltük, vagy tudatosult bennünk, de mi azt hiszem, te is megerősítheted, hogy egy családként működött az egész iskola, akár a diákokról, akár az oktatókról és a diákokról beszélünk. Legalábbis én, akivel azóta beszéltem jó néhány volt diáktársunkkal, egyetlen egy kivétel nem volt ez alól, aki mindenki családtagnak érezte a többit. Nagyobb gimnáziumokkal kapcsolatban én nem tudok, vagy nagyobb középiskolákkal kapcsolatban túl sok mindent én nem tudok, de ahogyan ezt elképzelem, egy ilyen kis gimnáziumnak óriási előnye volt ez a hangulat, ez a családias hangulat és a figyelem a gyerekekre. Mennyire érezted úgy, hogy vidéki, akkor mi nem is városi, hanem nagyközségi gimnázium, és bármiben hiány szenvedtetek volna itt, akár az oktatás, vagy a lehetőségek terén? Hát szerintem ezt te ugyanúgy érzékelted, hogy ami azonnal lejött, hogy a szaktárgyi versenyeken, vagy a továbbtanulási listákon ugyanolyan szinten szerepelt a középiskolánk, mint a legnagyobb városi, akár fővárosi középiskolák, de ezt én utána az egyetemen ugyanígy tapasztaltam, hogy nem voltunk kevésbé felkészítve az életre, vagy a továbbtanulásra, mint a legnagyobb nevű középiskolákból jövő diákok. Nagyon sokan, akik nem ismerték a gimnáziumot, nem láttak bele az életébe, azoknak olyan elképzelhetetlen volt, hogy például hajvizit volt, hogy akinek hosszabb volt a haja kelleténél, az fodrász, vagy például a gimisbárok előtt a lányoknál szoknya, hosszmérés, hogy ha már rövidebb volt, akkor vissza átöltözni. Feri bácsi nagyon nagy rendet tartott, vagy legalábbis az a régi jó értelembe vett szocialista rend, amit próbált tartani. Te akkor hogyan láttad, mennyire voltak néhány intézkedései szívbe ütőek, vagy
negatívként nem, hatott? Én azt gondolom, gondolkodtam ezen a kérdésen, mikor megbeszéltük, hogy ezt a beszélgetést meg fogjuk tartani. És ez is felmerült bennem, ez a hajvizit meg a szoknyavizit. Én ezt is kellemes élményként raktároztam el, ugyanis nem tudom, hogy régebben hogyan volt, a mi időnkben már azért ez nem volt véresen komoly. Tehát a mi időnkben azért a hosszabb hajat simán a srácok a fülük mögé seperték, és akkor a teljes hajkoronában tudtak a bálon pompázni. A lányok pedig, szerintem egyetlen lány nem volt olyan, aki a szoknyahossz miatt nem vehetett részt a bálokon. Tehát én inkább ezt a fegyelem meg a rendnek a betartásaként, vagy betartatásaként érzékeltem, és nem minden áron. Tehát én szerintem ez egy nagyon jó élmény. Neked is szerintem, ahogy most látom az arckifejezésedet, de nekem abszolút nem rossz élmény. Mennyire jelentett számodra pozitív élményt az, hogy a rossz nyelven, most kifejezném, az ivararány, tehát olyan volt, egy osztályban volt 4 fiú és 16-7 lány. Hát nem volt ez nekünk ellenünkre, hogy én emlékszem erre a dologra, illetve sajnos az egyetemen fordított ivararány volt, tehát, és a mi időnkben tendenciósan. Akkor ott sétált vissza a gimnáziumi éveket. Pontosan így van, azóta ott is megváltozott, tehát a teljes oktatásban, felsőoktatásban a lányok méltán lényegesen túlsúlyban vannak. Én azt hiszem, hogy egy nyiladozó kamasz nem volt, egy kamasznak nem volt ellenére, hogy szebbnél szebb lányok voltak körülötte. Kikerültél a gimnáziumba, a katonaságot most hagyjuk ki, nyilván az egyetem az, ami befolyásolta az életedet. Amikor bekerültél, hogyan láttad azt, hogy mennyire tudtad hasznosítani az itt tanultakat, vagy mennyire, vagy miben szenvedtél hiányt, hogy esetleg egy városi gimihez képest, hogy ezt sem tanultuk, vagy azt sem? Igen, nem volt. Hál' Istennek a gimnázium az nagyon tisztességesen felkészített bennünket, illetve hát ugye a versenyekre folyamatosan készültünk, illetve akár a gimnázium belül ide a megyei volt, aki közülünk országos versenyekre eljutott, és akkor ezekre történő felkészüléskor szerintem mindent elsajátítottunk, amire szükségünk volt. Én az egyetemen abszolút nem éreztem, hogy bármelyik évfolyam társammal vagy társamnál kevésbé lennék képzett, kevesebbet adott volna a középiskola, sőt inkább azt hiszem, hogy büszkén mondhatom, hogy az évfolyamnak minden zárt helyénél, minden vizsgánál inkább az elejéhez, hanem a legelejéhez tartoztam. Úgy gondolom, mert középiskolában eldőlt, hogy állatorvos leszel, hiszen csodálattal néztük, hogy neked már akkor lovad volt, lovagoltál itt Tiszalök utcáin. Igen, középiskolában határoztam el. Érdekes módon kisiskolás koromban nem, sőt azt mondtam, hogy nem leszek állatorvos. Volt egy cimborám, aki azt mondta, mert az édesapja az állatorvossal, itt praktizáló állatorvossal jóban volt, és az állatorvos nagyon jó, a kereső állatorvos lesz. Én nem leszek állatorvos, én nem fogok a tehén fenekébe nyúlkálni. Ezt mondta ennek a srácnak, de ő nem lett állatorvos. Én viszont azért több tízezer tehénfenekében nyugkáláson vagyok túl. Mennyivel jobb egy nőgyógyásznak? Hát ezt nem tudom összehasonlítani. Ez szikint. Igen, ezt nem nyissunk el. Szóval középiskolában határoztam, hogy így van, és akkor ott a másodiktól célirányosan készültem erre. Emlékszem, nagyon jó osztály volt a tiétek, hiszen akik jelentkeztek felsőoktatási intézménybe, főiskola, ami akkor volt egyetem, hát azt mondom, hogy túlnyomó részt mindenkit felvettek. Ahogy a körülöttünk lévő, tehát az előttünk 2-3, akiket mi láttunk, nagyon jól szerepeltek, előttünk is, utánunk is, akiről információ van. Igen, elég jó, erős évfolyamunk volt. Tartod a volt osztálytársakkal a bármiféle kapcsolatot? Gondolok itt például Vajda Lali, emlékszem rá, most ő országos főállatorvos. Hogyne, igen, nagyon. Vagy Nagy Bálint például. Bálinttal is. Hát mi 5 évenként megtartjuk az osztálytalálkozót, az érettségi találkozót, sőt az utóbbi néhány ilyen találkozót úgy bővítettük ki, hogy a párhuzamos osztályra egyszerre rendezzük, és érdekes módon mindenki, hát nyilván aki eljön, nagy örömére szolgál ez, hogy a párhuzamos évfolyam is együtt bulizik velünk. Egyébként ezekkel a srácokkal többet
beszélek, többet beszélgetünk, de a évfolyam találkozók kiválóan, vagy az osztály találkozók, kibővített osztály találkozók kiválóan sikerülnek. Még most is úgy érzed, hogy a utcán tisztelőkkel össze találkoztok, jó érzés fog el? Nagyon, hát ahogy az elején beszéltünk róla, én egy komoly családias érzéssel gondolok ezekre, akikkel osztálytársaimra is, de akikkel együtt jártam gimibe, tehát az előttünk, meg az utánunk járókra is. Én úgy gondolom, hogy a sztorizgatás nem maradt el egy ilyen beszélgetésből. Nézzük először, volt egyáltalán rossz emléked, vagy olyan élményed, ami abban a pillanatban cikisnek bizonyul, de így visszagondolva már úgy elmosolyodsz rajta? Nem, kifejezett rossz emlékről, pedig ezen is gondolkodtam, de nem tudok ilyet, hál' Istennek. Tehát én nem ha nagyon kéne gondolkoznom, hetekig, hónapokig lehet, hogy akkor sem tudnék ilyet előbányászni, de hát azért elég régen volt, tehát az ember, hál' Istennek, szelektál. De ha nagyon erőlködnék, sem jut ilyen eszembe. Akkor nézzük a jó oldalát. A kellemes emlékek, élmények. Igen, hát mindenkinek van kellemes, mindenkinek van jó élménye a diákkorából. Nem tudom, hogy melyiket érdemes, melyiket nem, melyik hosszú, melyik nem. Talán az egyik a német órákon, amikor a Goethe és Schiller életéről tanultunk, és heteken keresztül Goethe, Schiller volt a témánk, és nagyon, nagyon kedves, nagyon, nagyon aranyos német tanárnőnk, azt hiszem téged is tanított, Györgyi néni. Igen. Amikor róluk volt szó, akkor a térképet behozatta velünk, az én pattársammal, Vajda Lajossal, illetve velem, hogy meg tudjuk mutatni, hogy itt van Weimar, mert Weimarban éltek és alkottak ezek a Goethe és Schiller. Ez heteken keresztül ment, mindig bevittük a térképet, mindig csak annyira, hogy megmutattuk, hogy itt van Weimar, hírbe findedzik Weimar. Heteken keresztül volt már, bevittük, már nem kellett Weimart mutatni, bevittük, nem kell Weimart mutatni. Egyszer, amikor nem vittük be, Györgyi néni rögtön azzal jött. Meine Herren, wo ist die Landkarte? Uraim, hol van a térkés? Nem tudtuk megmutatni Weimart. Ezt azóta is emlegetjük. És azóta is bevonult szemmel rá tudnám mutatni Weimarra. Azóta is, de tudom, így van. Ha most azt játszanánk, hogy üzenet egykori iskolámnak idézve, igen, akkor mi lenne az, amit a mostani ott tanulóknak el tudnál mondani, illetve szívesen át tudnál adni? Hú, ez nehéz kérdés. Ugyanis nagyot változott azóta a világ, jó értelemben is, meg nem biztos, hogy minden értelemben. Hát ha jót kéne tanácsolnom, akkor azt mondanám, hogy a próbáljanak minél többet az elődökről, az itt végzettekről megtudni, és mondjuk ez a mostani rendezvény, akár az 50 éves rendezvény is, meg akár ez a mostani rendezvény is, gondolom, erre jó alkalom lesz, hogyha valaki az iskola története iránt érdeklődik, meg az itt végzett diákoknak a későbbi teljesítménye iránt. Hát próbálják megtalálni, hogy kire néznék szívesen fel, és próbálják követni. Volt már olyan osztálytalálkozótok, vagy például, amikor azt még közösen csináltunk, egy olyan iskolai találkozó, emlékszel rá, amikor akik valaha oda jártak a Telekibe, nem tudom, mikor volt, de nagyon régen. Igen. Hogy úgy hirtelen, mikor ránéztél a gondolkodóba este, hogy pedig ismerős az arc, és mégse ugrik be, hiszen úgy megöregedett. Hát ez jó kérdés. Így, akivel rendszeresen találkozom, mindenkit ismerek, de hát azért ennyi idő alatt sokat változhattak, tehát akivel 40 éve találkoztam, lehet, hogy feladná a leckét. Ha most kellene döntened, most lennél 14 éves újra, ezt döntenéd, nyilván nem a mostani, hanem az akkori viszonyokhoz képest. Na, milyen volt a választásod szerinted? Jól választottál? Én azt egyértelműen jól választottam, nem választhattam volna jobban, hogy most mit választanék, ezt nem tudom, mert hát kívülről látni egy ilyen intézmény, meg a többit, az egészen más, mint a viszonyokat ismerni. Nem tudom, hogy most milyen teljesítmény szükséges a sikerhez. Én mindenképpen ezt választanám, hát nyilván elfogult vagyok, beszéltünk erről. Még a tanárokról nem beszéltünk. Volt a kedvenc tanárod? Hát
Én azt hiszem, hogy nem kedvenc nem volt. Tehát nekem volt, minden tanárom kedvenc volt. Lehet, hogy furcsa hangzik, de minden tanárom kedvenc volt. Minden tanáromat kedveltem. És azt hiszem, hogy ők is, akár engem is, meg akár az összes diákot. Tehát én legalábbis így éreztem. Doktor úr, egy végszó? Hű, ez még talán a legnehezebb. Hát még 20 év múlva még egy ilyen riportot, Attila, te veled. Köszönöm. Én köszönöm. A tiszaalföldi Teleki Blanka gimnáziumra jellemző volt, hogy tényleg ahány korszak, annyiféle stílus, annyiféle nevelési mód. Hát nyilván, akik még annak idején szinte a legelső évfolyamokban jártak, akkor még rájuk ez a nagyon-nagyon szigorú, számon kérő korszak volt jellemző. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Balog Ilona doktornőt, akiről nem tudom, hogy sokan tudják-e vagy sem, de Tiszalökön a Teleki Blanka gimnáziumban végzett, itt maradt, és végül is itt is praktizál, mint háziorvos. Nem tudom, annak idején hogy szólították doktornőt gimnáziumban? Ilike, Icuka, mi volt? Ihogy, de inkább Icának. Igen, Icának szólítottak, igen. Akkor most szeretnék egy visszaemlékezést abból a korszakból. Abból a korszakból, igen. 62-ben kezdtem a gimnáziumot, és akkor már a tizedik tanulmány év kezdődött, és szerintem nagyon jó híre volt, mert nagyon sokan jelentkeztünk arra az évre, két osztály indult, egy úgynevezett kertészeti osztály, meg egy gimnázium osztály. A kertészeti osztály azt jelentette 4+2-es, ugyanis akkor még 6 napos munkaidők voltak. Ők 2 napot voltak gyakorlaton, 4 nap oktatás, mi pedig 1 napot voltunk. És összesen, hát olyan 40-42-es létszámmal, tehát nagyon sokan voltunk. Addigra szerintem... Az osztályonként? Osztályonként voltunk 40-42, tehát a két osztályban egy 80 fölötti létszám volt. Hát sokan voltunk, de sok jó ember kis helyen is elfér, úgyhogy igen. És szerintem akkorára tett olyan híre szert, hogy jó híre volt a környéken, a kis térségben, és nagyon sok szülő küldte ide a gyerekét, és akkor már volt a kollégium is. A kollégiumot a régi kastélyból alakították ki, és akkor messzebbről is jöttek gyerekek. Koledukált volt a koli? Hát volt elválasztva egy része. De tehát voltak fiúk is, igen, mert lejett anya, meg hasonlók, akkor még nem voltak autók, hogy bárki szaladgál ide-oda, tehát muszáj volt a gyerekeket itt tartani, és ez is jó volt. Azt örülök, szerintem örültek, hogy viszonylag közel el tudták küldeni a gyerekeiket, és nem kellett Nyíregyre menni. És szerintem a tizedik évre már annyira jó volt, hogy ahogy én visszaemlékszem, akkor már azzal versenyezgettünk idézőjelbe, hogy a nyíregyházi Zrínyi akkor nagy menőiskola volt, és a felvételi tekintetében majdnem a második volt a tiszaalföldi gimnázium, a tovább tanulásra való felvételek között. Úgyhogy akkor szerintem nagyon sok ilyen első generációs ember került ki innen, erről a kis térségről. Hát igen, nem csak oktatás történt az iskolába, hanem úgymond nevelés is, és ezt tényleg nagy betűvel mondhatom, hogy nevelés is. Ezt akartam is kérdezni, a makarenkói nevelési stílus mennyire hát igen. Tehát voltak olyan, hogy igazgató úr jött, becsengettek, beültünk az osztályba, igazgató jött, ha volt egy kicsit nagyobb zajongás, beszólt, futás, és akkor futottuk körbe, a gimnáziumot kellett. Attól függ, hogy mennyire gondolta ő, hogy rosszat voltunk, idézőjelbe, 2 vagy 3 kört futottunk, mire bementünk az órára, mindenki leadta a felesleges energiáját, és nyugodtan volt. Ez valahol jó is volt. Jó is volt tulajdonképpen, tehát senki nem vette zokon, hogy jaj, most jó volt, körbefutjuk az iskolát, és kész. Tehát nem úgy volt, hogy mit képzel, meg mit akar, tehát örömmel csináltuk azt is, örömmel. Aztán, ja igen, és akkor volt, ez idő alatt, míg én voltam, 2 nagy projekt is történt az iskolában. Az egyik volt a sportcsarnoknak a felépítése, mert nem volt. Azt a sportcsarnokot Feri bácsi, az igazgató járta ki, idézőjelbe, hogy mondjam, hogy meg mind, de nem csak simán,
hogy valaki jött és felépítette, rengeteg ember segítettek. Minden szülő, igen, minden szülő, aki olyan munkája volt, vagy olyan helyen dolgozott, kezdve azzal, hogy alapásástól kezdve egy év alatt az iskola elkészült, és ennek az elkészültébe bevonták a diákokat, tehát a negyedikes fiúk, amikor úgymond nem olyan tanórák voltak, tehát tessé, meg énekóra, vagy akármi, akkor ők kimentek dolgozni. És hordták a földet, és segítettek azoknak az embereknek, akik szintén a környékről jöttek össze a gyerekeik érdekében, hogy egy sport létesítményt felépítsenek. A másik, ami szintén az alatt a négy év alatt történt, míg én oda jártam, egy szabadtéri színpadot is építettük. Az szintén ugyanilyen módon történt, mert tudni kell róla, hogy Feri bácsi és felesége Piroskali nagy-nagy zene szeretők voltak. Nagy-nagy zene szeretők voltak. A zenekar már akkor is, vagy akkor alakulgatott? Zenekar már előtte megalakult, már én negyedikes koromtól jártam Feri bácsihoz, általános negyediktől, zehegedűt tanulni, és akkor már ötödikes koromtól én a zenekarra jártam, és jártuk a környéket, és mentünk minden faluba, és előadást. És az is annyira így visszaemlékezve jó volt, hogy nem voltak központi buszok, amelyik cég vagy valaminek volt autója, akkor jöttek, segítettek, bepakoltunk, elvittek bennünket oda, arra a falura éppen, és akkor megtartottunk egy zenekari estet. A legnagyobb fegyvertény ebből a zenekariból az volt, hogy hát talán két évvel később a Mozart szoktatási szerályból, ugye, erre emlékszel te is, annak a feldolgozását készítette el Feri bácsi, és hát ugye nem nagy zenekar voltunk, de azért volt a trombita, nagybőgő, minden, gyerekek, tanárok közösen alkották ezt a zenekart, és ezt is nagyon sok helyen előadtuk a környéken. Úgyhogy tulajdonképpen ez az iskola nagyon jó, hogy jött, mert szerintem nem csak társadalmi, hanem szellemi központja is lett ennek a kis térségnek. Ez a tanári karra is jellemző? Ez a tanári karra is. Igen. Nagyon erős tanáraink voltak, ami mutatja azt is, hogy a továbbtanulásban nagyon szépen, körülbelül 80%-os felvétel volt egy-egy osztályból, és volt, aki szigorúbb volt, de attól se vettük zokon a szigorúságot, mert azt is úgy adta elő, nem úgy, hogy az megbántó lett volna. Hát igen, a testnevelés, ugye, hogy volt a test, Zoli bácsi tartotta, amíg még nem volt, nektek már volt akkor tanterem, ugye, testnevelési tanterem, nekünk még az udvaron, illetőleg a Tisza töltésen futkároztunk, akár télen is, és hát akkor az is... volt kiskör, nagykör? Volt kiskör, meg volt nagykör, igen. Úgyhogy én csak szépeket tudok erről az időszakról mondani. Szépeket. Tanáraim mindegyik jó voltak. Mondjad. Azok közül, akik osztálytársak voltak, vagy évfolyamtársak, valami nagy nevek, de most így idézőjelben mondom, akik kikerültek a gimiből, és a mai napig esetleg hallhatunk róluk, tudhatunk róluk. Hát már nagyon sokan elmentek közülünk, de abból az osztályból, hát lettek gyógyszerészek, lettek felsőoktatásban tanító tanárok, óvónők, tehát itt kimagaslót nem tudok mondani, ma már gyakorlatilag nem tudok ilyet mondani, akinek most is híre volna tulajdonképpen. Na, akkor egy kicsi visszaemlékezés jön. Igen. Nyilván, mivel beszélgetünk arról, hogy elég szigorú és kemény volt az oktatási módszer vagy rendszer, voltak, gondolom, olyan kis svindliségek, amit nem lett volna szabad megcsinálni. Gondolok itt a jó sztorikra és a kis csíntevésekre, hogyha ebből hallhatnánk egyet, kettőt, négyet. Hát én nem nagyon tudok, nem voltam egy csíntevés, az inkább gondolom a fiúkra volt jellemző. Ami volt nekünk, hogy ha nem volt
látható tanár, ugyanis sapkánk volt, nem tudom, nektek volt-e nem már. Volt, nekünk nem. Még az a bocskai stílusú egyensapkánk volt, az elején az iskolának a círenrével, és ha kijöttünk a lakásba, iskolából azt fel kellett tenni, de hát a lányok is ugye a frizura miatt az már azt akarták, kimentünk. Ha nem láttunk tanárt, akkor levettük bizony azt a sapkát, de a kezünkben volt, és aztán, ha mégis az volt, feltettük. Tehát ilyenek voltak, én nem tudok ilyen történéseket mondani, hogy ez érdekes lenne tulajdonképpen. De gondolom akkor az iskolai tanórán kívül a iskolai szerelem nem nagyon volt engedélyezett, tehát ilyen látványosan. Nem, hogy azok tényleg ilyen kis plátói szerelmek voltak, ugye az iskolában, hát ezt tudjuk, hogy tizenévesen már mindenki nézegeti a másik nemet, de olyan, hogy ebből botrány lett volna, vagy valamit is következménye nem volt ilyen jellegű. Abba. Nem tudom, a későbbi korosztályoknál hogy volt, de nálunk mindenki más mesélt. Nagyon szolidan történtek a dolgok, úgyhogy nem volt. Ilyenek, biztos abban az időben is voltak már különféle járási megyei tanulmányi versenyek. Ha valahol megjelent egy telekis diák, hogyan néztek rá? Riválisként, ellenfélként, vagy pedig egy kis egyszerű falusi gimnazista is lenézték? Ahogy mondtam is, a 10-12. Évtől kezdve nagyon felfutottunk idézőjelbe, tehát nem az volt, hogy egy kis tanyasi idézőjelbe iskola is idejött, mert addigra nagyon jól szerepeltek. Nagyon jól. Tehát akkor még nem volt annyi rengeteg a mi időnkben, hogy olyan sokat mentünk volna. Ti nálatok 15-20 évvel később már jobban felfutott ez a téma, de a környéki iskolákban voltak versenyek, oda mindig eljutottak a mi iskoláinkból is a gyerekek. Így. Ezt nem kérdezem meg, hogy miért pont a tiszalöki gimnázium lett az, ahova a doktornő szeretett volna akkor tovább tanulni, viszont tovább az egyetemen, hogy bekerülve érzed bármiféle olyan jellegű dolgot, hogy ezt nem tanultuk, vagy kicsit szerényebb volt a tudás, amivel ott bekerült, és sokat kellett volna pótolni? Nem. Annyiból volt más, ugye, hogy vidékről azért bekerült az ember egy nagyvárosba, Debrecenbe végeztem, és hogy úgy mondjam, akik innen vidékről kerültek, szolidabbak voltunk, mint a városi diákok. De ez a tanulmány eredményben nem volt különbség. Nem volt különbség. Én merem állítani, hogy nagyon jó tanáraim voltak akkor is, ugyanúgy megállták volna a helyüket bármelyik más városi gimnáziumban is, mint itt. Úgyhogy nem volt ilyen. Volt osztálytársakról hallhatnánk, akik még esetleg a mai napig élnek, és ismerhetjük őket? Igen, vannak egy jó páran, akik itt Tiszalökön is velem jártak. Vagy Vasváriból is. Vasváriba is, igen. Nem gyakran találkozgatunk. 5 évente ezt a találkozót ugye megtartjuk. Előbb úgy volt, hogy most is fogunk tartani, de aztán rövid az idő, nem lehetett megszervezni, meg messze is vannak nagyon sokan. Úgyhogy erről végül letettük, és úgy döntöttünk, Vida Jucival, ez a lánykori neve, vele szoktam találkozni, hogy akkor nem most tartsuk meg, hanem majd jövőre. De elég szép számmal mindig bejövögetünk erre, és olyan sztorizgatnak. Inkább a fiúk tudnak ilyen csintevésekről sztorizgatni. Nem mi. Igen, így van. Így az iskola kijártával, most csúnyán fejeztem ki magam, de tehát a lényeg az, hogy mint volt telekis diákok, és nem biztos, hogy ugyanabból az évfolyamból, csak az, hogy például a doktornő is meghallja, hogy telekibe járt valaki, olyankor belülről jön valami belső érzés, egy jól eső érzés, vagy valami, hogy ő is ott volt, és egyfajta társ. Igen, tehát ez nem csak nekem, a bárkinek, ha egy volt iskolatársát, nem csak osztályt, iskolatársáról tudja, hogy oda járt, akkor már olyan közösséget érez vele, hogy egy iskolába jártunk, egy kotlóalj alatt voltunk tulajdonképpen, mert tényleg olyan volt az iskola, hogy gyakorlatilag azt is meg tudta magyarázni a tanár, vagy meg is tanították nekünk, hogyha kikerülünk innen, akkor hogy viselkedjünk az életbe. Ugye, mert ez egy vidéki terület volt, a szülők egyszerű szülők voltak, de igyekeztek felkészíteni bennünket, hogyha tovább tanulunk, akkor hogy kell viselkedni, mire figyeljünk. Tehát, mint egy szülő gyakorlatilag így viselkedtek velünk.
És egyébként az iskolában is, tehát maga a tanítás alatt is lehetett érezni, hogy nem csak mint kifejezetten pedagógus, hanem egy kicsit ilyen anyáskodóak is voltak a diákok fölött? Hát maga az oktatási órán nem. Oktatási órán nem, de ha vége volt az oktatásnak, akkor bárki megkérdezhetett bármit, bármelyik tanártól. Nem volt az, hogy ez nem az én dolgom, és örömmel oktattak. És főleg, ahogy tudom, a kollégistákra tényleg úgy tekintettek, mint a gyerekeikre, ahogy visszahallottam. Ugye én nem voltam kollégista, mert én helyben laktam, de a kollégistákat úgy tekintették, mintha saját gyerekeik voltak, és úgy irányították is őket az életbe is. Ennyire sajnos a műsorunk véges, épp ezért két kérdésem lenne, az egyik, vagy kérésem inkább. Az egyik egy ilyen átfogó visszaemlékezés a 4 évre, a másik pedig egy úgymond üzenet egykori iskolámnak, a mostani diákokkal. Átfogó. Mint a nagy részben már el is mondtam, hogy nagyon nagy örömmel a szívembe emlékszem vissza az iskolai évekre, és nem csak azért, mert már az idő eltelt, és az idő szépíti meg, hanem szerintem akkor is nagyon szép volt, és jó volt minden. Én nagy örömmel jártam oda, meg szerintem az osztálytársaim is. Hát utána a mostaniaknak mit örülök? Ha olyan tanáraik vannak, és ők is megfogadják azokat, amit kapnak a tanáraiktól, akkor ők is vihetik valamire az életbe. Egy gála műsor keretében lehetőség volt egy kicsit nosztalgiázni, visszaemlékezni. Reményeink szerint jó szórakozási lehetőséget nyújtottak a műsorszámok. Dalos, elszállt ifjúságon. Énekeltük az előbb közösen, Fekete Miklós okleveles klarinétművész, tanár és húgós zenekari kar nagy kísérletében a Sárospataki ballagási nótát. Kedves vendégeim, ma este nem azért gyűltünk össze, hogy megsirassuk, hanem hogy emlékezzünk
szórakozzunk és megünnepeljük középiskolán fennállásának 70 éves jubileumát. Annak, aki nem ismerne, bemutatkozom. Bányai Csilla vagyok, a tiszalöki Teleki Blanka gimnázium egykori diákja, valamint a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Szakképzőiskola és Kollégium jelenlegi tanára. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy az est házi asszonya legyek. Köszöntöm rendezvényünkön Gömze Sándor urat, Tiszalök város polgármesterét. Cserés Csaba alpolgármester urat, aki egyben a tiszalöki Kossuth Lajos általános iskola és alapfokú művészeti iskola igazgatója is. Sikósné Juhász Erika jegyzőasszony, a képviselőtestület megjelent tagjait, valamint a város intézményeinek vezetőit és dolgozóit. És köszöntök minden kedves vendéget, aki jelenlétével megtisztelte rendezvényünket. Megkérem Kis László igazgató urat ünnepi beszédének megtartására. Szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket, a Nyíregyházi SC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium jubileumi gála műsorán. Mozgalmas volt az 1953-as esztendő errefelé, sok minden történt, melynek az eredményét, a hatását napjainkban is érezzük, élvezzük. Ahogy egy korabeli filmhíradó adja hírül, évszázadok rabló gazdálkodása tette szikes pusztasággá a Tiszántúl egykor dús legelőit. Tiszalöktől Berettyóújfaluig hajózható öntöző csatorna építésével tesszük termővé a Tiszántúl szikes földjét. Felmérik a területet és kijelölik a 100 km hosszúságú keleti főcsatorna helyét. A csatornával egy időben épül a tiszalöki vízi lépcső, innen emelik át a Tisza vizét a csatornába. Bizony ekkor épült Tiszalökön a vízerőmű, és sokan nem tudják, hogy az erőmű építésében hadifoglyok is részt vettek. Nem is olyan régen, október 4-én emlékeztünk egy 70 éve történt eseményre, egy esemény áldozataira, azokra a hadifoglyokra, akik a hadifoglytáborban október 4-én eldördült sortűzben veszítették életüket. Kedves vendégeink! Nagy jelentőségű volt a keleti főcsatorna és a vízi erőmű építése, mint ahogy a Tiszalöki Állami Általános Gimnázium alapítása is, melyre szintén 1953-ban került sor. A következőképpen emlékeztem meg az eseményről 2023. szeptember 1-én, a tanévnyitó ünnepségünkön. 1953. szeptember 1-én, azaz 70 éve, ezen a napon indult el az akkori tiszalöki járás egyetlen gimnáziuma ezen a területen, Szakács Ferenc igazgató vezetésében. Nem mondom, hogy a mi iskolánk működik az ország legszebb épületében, de akkor még ennyi se volt, nekik kellett fokozatosan felépíteniük a gimnáziumot. Induláskor mindössze Vai Miklós báró kastély épületére tudtak támaszkodni, illetve annak is csak egy részére, mert általános iskolai tanárok laktak még az épületben. Ez a kastély jelenleg egyébként a kollégiumnak ad otthon. A 11 órakor kezdődő tanévnyitó ünnepség előtt hatan tanácskoztak a padlás feljárónál található barátságtalan, kisablakú, sötét helyiségben, mely az igazgatói iroda és tanári szoba is volt egyben. Hat munkatársal indult el az iskola, egy igazgató, két tanár, egy hivatalsegéd és két szakácsnő alkotta kezdetben a dolgozói kollektívát. A tanácskozás követően 11 órakor kezdetét vette az iskola első tanévnyitó ünnepsége, melyen a himnusz eléneklését követően
Szakács Ferenc igazgató úr elmondta az iskola életének első tanítító ünnepi beszédét. Szeretnék idézni ebből néhány gondolatot. Kedves diákjaink! Jól jegyezzétek meg, ennek az iskolának mi vagyunk az alapítói. Én, te, ő, mindannyian. Nagy kitüntetés ez számunkra, de még nagyobb feladat. Sokat fogunk dolgozni, tanulni. Fel kell építenünk ezt az iskolát. Nektek becsületes magatartással és felelősségteljes tudással is feltételezve szükséges indulni érettségi után a nagybetűs életbe. Ezzel nem csak a ti jövőtöket alapozzátok meg, hanem tekintélyt is szereztek ennek a mikrogimnáziumnak, amelyet megyénkben még nem ismernek. Meggyőződve vallom a Sárospataki tanítóképzőben általa megismert pedagógiai elveket, amelyek a mi szükségleteinknek, helyi feltételeinknek megfelelő továbbgondolással e-gimnáziumban átörökíthetővé válnak. Egyik pedagógiai alapelvünk szerint a gimnázium is munkahely. A jó tanár keresi, hogy ki, mire, és a tanulóra való tekintettel hogyan tanítson. Hasonlóan a jó tanuló is keresi, kitől, mit és hogyan tanulhat. E pedagógiai alapelvet az 1650-1654 közötti esztendőkben a híres pataki iskolában tartózkodó Comenius Európa hírű tudós fogalmazta meg. A kedves szülőkhöz most a következő kéréssel fordulok. Mindannyian tapasztaljuk, hogy iskolánk indulásakor milyen sok irányú nehézségekkel kell megbirkóznunk. Problémáink eredményes megoldásához mindannyiunknak össze kell fogni. Biztos vagyok abban, ha mi, azaz iskolánk tanárai, technikai dolgozói és a tanulókkal a szülők is felelősségteljes munkamegosztással együttműködve és egymással őszinte kapcsolatban keressük problémáink sikeres megoldását, akkor együtt megküzdhetünk az intézetünk céljainak megvalósítását akadályozó tényezőkkel. Ezért kérjük a szülők segítő együttműködését. Úgy gondolom, hogy az igazgatórától megfogalmazott gondolatok még ma is érvényesek. Az általa elvárt összefogással az iskola fejlődött, gazdagodott, és hamarosan a megyében, de országosan is ismert és elismert középiskolává vált. Az évek során többször gyülekezett viharfelhő az iskola felett, de mindig sikerült megtalálni az előre vezető utat, és 70 év elteltével is működik az iskola ezen a területen. A tegnap megnyitott jubileumi emlékkiállításon azt taglaltam, sokat lehetne beszélni arról, hogy is van ez. Tényleg 70 éves ez az iskola? Ilyen nevű oktatási intézmény 70 éve még nem volt. Már csak azért sem, mert Teleki Blanka nevét a kollégium után 45 éve, 1978-ban vette fel az iskola. Mi viszont úgy gondoljuk, nem vitatva a névadás fontosságát, hogy ezúttal nem a név a mérvadó, hanem az, hogy 1953. szeptember 1-én benépesedett az akkori tiszalöki járás egyetlen középfokú oktatási intézménye, mely bár sok változáson ment át a 70 év alatt, többször is meghongatták a vészharangot felette, ma is működik. Jó néhányan azt sem tudták sokáig, hogy a világon van, észrevétlenül élte hétköznapjait a tiszalöki gimnázium, de többször is bekerült az országos érdeklődés centrumába. Például az indulását követő években, vagy a 80-as években, amikor elkezdődött iskolánkban a két tannyelvű oktatás, vagy jó 10 évvel ezelőtt, mikor a jól focizó tanulóink több ízben is a Diák Olimpia országos döntőjébe kerültek. Ekkor is csak kérdezgették egymástól a csapatok vezetői, hogy honnan jött ez a csapat. A válasz pedig többnyire csak ennyi volt, Tisza valahonnan. Persze vannak szép számmal olyanok, akik órákig tudnának mesélni a számukra örökre alma máterként megőrzött iskoláról. Bizony 70 éve már, hogy a volt vai úria 10 hektáros területtel együtt
az oktató-nevelő munka műhelyévé vált, s azóta egyre bővülve, fejlődve, többször átalakulva igyekezett a bekerülő középiskolás korosztályú tanulók és az indulás követő hatodik tanévtől kezdődően felnőttek tudását gyarapítani, személyiségük kibontakoztatását és testi-lelki fejlődésüket segíteni. Az évek során szépen lassan minden feltételt sikerült megteremteni, melyre a sikeres munkához szükség volt. Volt és van itt minden. Tanterem, kollégiumi szoba, könyvtár, tornaterem, konyha, evédlő, de az iskola kevésszer tarthatta magát létezése alatt jól felszereltnek, kényelmesnek. Bizony az is előfordult, hogy az itt tanuló diákok az évek hosszú során két kezük munkájával tették otthonosabbá, használhatóvá a kastélyt, a többi helységet, a hatalmas parkot, a kertet. A 70 év alatt nem csak az infrastruktúra fejlődött, de a képzési szerkezet is sokat változott, akár utasításra, akár saját elhatározásból. Erre szükség volt, hiszen meg kellett felelni a kor kihívásainak, az elvárásoknak. A gimnáziumi nappali tagozat mellett megjelent a levelezős, majd 1960-ban Tiszalököt is elérte a szakközépiskolásítási hullám, mezőgazdasági kertészeti szakközépiskolai képzés indult, majd pénzügyi tagozat, sőt, faipari szakközépiskolai képzésbe is belekóstolt az iskola. A nagy falat, ahogy a képes középiskolai évkönyv 1994 című kiadvány írja, a két tannyelvű oktatásra történő átállás volt. 1988-ban kezdődött meg a valóban extrának számító oktatás magyar és orosz nyelven. Sajnos csak két évfolyamot sikerült beiskolázni ebbe a sikeres képzési formába, hiszen közben az orosz nyelv iránti érdeklődés erősen megcsapott. Természetesen nem adta fel az iskola, újabb lehetőséget keresett és talált, úgynevezett világbanki osztályt indítottak közgazdasági szakmacsoportban. A következő nagy változás az a sajnálatos esemény eredményezte, hogy a megyei önkormányzat úgy döntött, bezárja az iskolát. Tiszalök város viszont úgy érezte, hogy a városnak szüksége van középiskolára, ezért a bezárás követően ismét megnyitotta az iskolát, és ettől kezdődően a gimnáziumi képzés mellett maradt a szakközépiskolai képzés is, valamint megjelent a szakmai, a szakmunkás képzés. Jelenleg gimnáziumi képzést nem folytatunk, de a szakközépiskola, illetve mostani terminológiával a technikum, valamint a szakiskola, azaz a szakképzőiskola megmaradt. Egy technikumi és két szakképzőiskolai osztályt tudunk általában beindítani minden tanévben. Gondoskodunk azokról is, akik valamilyen okból kifolyólag lemaradtak tanulmányaikban. Számukra rugalmas tanulási utakat, dobbantó programot és műhelyiskolát biztosítunk, így ők is végzettséget szerezve hagyhatják itt az iskolát. Az iskola jelenlegi nevében a nyíregyházi SC arra utal, hogy az iskola 2015. július 1-e óta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum egyik iskolája. A Nyíregyházi Szakképzési Centrumnak 10 iskolája van, 8 nyíregyházi, 1 tiszavasvári és 1 tiszalöki, azaz mi. A centrumunkról tudni kell, hogy a centrum vezetése egyaránt szívügyének tekinti a szakképzés legmagasabb fokának tekintendő okleveles technikus képzést és a hátrányos helyzetű tanulmányaiban lemaradó tanulókkal történő kiemelt foglalkozást. Ez nem csak erkölcsi támogatásban jelentkezik, lehetőségeihez mérten jelentős anyagi forrásokat áldoz a hátrányos helyzetű tanulókat felkaroló iskolák fejlesztésére, szépítésére, otthonosabbá tételére. Akik tegnap részt vettek a kiállítás megnyitóján, láthatták, hogy az egyik tantermünkben éppen az utolsó simításokat végzik a szakemberek, a tanterem teljes felújításon esett át, és reméljük hamarosan megérkeznek az odaszánt bútorok is. Jelenleg az iskola 16 nappalis osztállyal, csoporttal,
223 fővel és 49 felnőtt osztályon 1081 fővel működik. A nevelő-oktató tevékenységet 32 teljes munkaidős oktató végzi, óraadók segítségével. A munkájukat 10 egyéb dolgozó segíti. Gazdag, eredményes múltra tekinthet vissza az iskola. A benne végzett oktató, nevelő munka mindig a tanulói személyiség alapos megismerésére irányul, emberközeli és egyénre szabott volt, s ilyen ma is. Az itt végzettek nem hoztak szégyent útrabocsátó iskolájukra, sem a felsőoktatási intézményekben, sem a legkülönbözőbb munkaterületeken. Jogászok, orvosok, közgazdászok, pedagógusok, gyógyszerészek, mérnökök, szakmunkások egész hadon, köztük az a hegesztő tanulók, aki tavasszal a szakma kiváló tanulója versenyen országos harmadik helyezést ért el, emlékszik remélhetőleg szeretettel a telekire. Mint ahogy tesszük mi is valamennyien itt ma este. Rendhagyó lesz a program abból a szempontból, hogy a műsorszámokat az iskola egykori tanárai, tanulói, valamint jelenlegi oktatói és tanulói adják elő. Köszönöm szépen mindannyiójuknak, hogy eleget tettek felkérésünknek, és vállalták a fellépést, vagy esetleg saját maguk jelentkeztek a szervezőknél, és jelezték részvételi szándékokat. Szeretném megköszönni a szervezők munkáját is. Szeretném közülük kiemelni Bányai Csilla kolléganőnket, aki egykori telekis diákként elvállalta és felkarolta az egész rendezvénysorozat szervezését. Végül, de nem utolsó sorban, szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy eljöttek rendezvényünkre, és együtt töltik velünk az estét. Bízok benne, hogy a műsor végén mindenki úgy érez majd, ahogy Vas Albert is megfogalmazta. Jó emlékezni arra, amin keresztül mentünk. Az ilyen emlékezésben erő van mindig, és bizonyságtevés függedések ellen. S van benne bős tudása annak, ami emberi megpróbáltatások fölött magasan lebeg, és méltóságos tisztán, isteni igazságnak, mely abban áll, hogy élünk, mégis élünk, és süt ránk a nap. Köszönöm szépen a figyelmet, és jó szórakozást kívánok mindenkinek! Köszönjük szépen igazgató úrnak a beszédet, és most megkérem Gömbne Sándor polgármester urat köszöntőjének megtartására. Jó estét kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy néhány gondolatot megoszthatok önökkel. Tisztelt igazgató úr! Jó leső érzés volt végighallgatni ezt a 70 éves történelmet nagyon röviden összefoglalva, és hát én sajnálattal közlöm, sajnos nem ebben a gimnáziumban végeztem, de a feleségem miatt, hogy jóvá lehet nekem írni. Köszönjük szépen! Én néhány gondolatot csak arról az időszakról szeretnék megosztani önökkel, aminek már én is részese voltam, vagy mint képviselő, vagy mint polgármester. 2002 óta vettem részt az önkormányzat munkájában, és bizony azok a nehéz idők voltak, sok nehéz idő volt, és emlékszem arra az időszakra, amikor a megyei önkormányzat bezárta volna az intézményt, de a város akkori vezetése szerintem bölcsen nagyon jól döntött, és megtartotta ezt az intézményt, hiszen a mai nap, a 70 éves jubileumi alkalom is ennek a bizonyítéka. És érdekes, amikor említett igazgató úr a labdarúgó fiúkat, emlékszem 2006-ban Kovács Gábor polgármester úrra, ugye ő is nagy klubban rajongó, én is, ő egy kicsit nagyobb, azon agyaltunk, hogy hogyan, mit lehetne mi kitalálni, és kitaláltuk a labdarúgó akadémiát. Óriási sikere volt, és szerintem egy olyan momentuma volt a gimnáziumnak ez, ami lehetővé tette, hogy ma itt álljon. Aztán volt egy olyan momentum, ami már egy kicsit, sőt, bőven elmozdulás volt a szakképzés felé, ez az északhajdúsági szakképzési társulás, ezt nyugodjék Koszta Mihály igazgatóra nyomtuk végig, viszont sokat hozzátett ahhoz, hogy itt legyünk. És
a jelenkor, a gyorsan változó jelenkor kihívásainak eleget tenni, pedig olyan iskola vezetés kell, szükséges, aki képes megújulni, aki ezt a felfokozott tempót képes tartani. És azt gondolom, hogy a mostani intézményvezetés is ebben versenyképes és kiválóan végzi a munkáját. Ezért köszönet a saját magam részéről és városunk önkormányzata részéről is. Ebben a mai korban, amikor már sokszor a szakképzési egyeztetéseken, amikor én is néha megjelenek, olyan dolgokról beszélnek, amit már csak részben értek. De nem is az én dolgom, hanem azoknak, akik ebben benne vannak, és az innovációkat ők maguk állítják elő, vagy pont fogékonyak rá. Nem is akarom ezt tovább húzni. Egy nagyon nagy köszönet viszont jár a 70 év alatt tanítóknak, a 70 év alatt iskola vezetést végzőknek, a jelen pedagógusainak, mesterembereinek, akik szakoktatnak, és valóban valamennyi dolgozónak. És köszönet jár azoknak a szülőknek és tanulóknak, akik a Telekit választották. És kívánom, hogy az én szerintem most kellőképpen versenyképes intézményt választák sokan ebből a térségből, és még sok ilyen szülinap legyen. Éljen a Telek, Isten se sokáig! Megköszönöm polgármester úr szavait. Azt mondják, aki a matekot tudja, az mindent tud. Különösen igaz ez kedves kolléganőmre, aki matematika szakos oktatóként nem csak a számok és betűk, hanem a zene, a tánc, az alkotás, egy szóval a művészet világában is otthonosan mozog. Másfél éve oszlopos tagja a Tiszalöki Népzenei Együttesnek is. Kérem, hallgassák meg Ruzsa Magdi Egyszer című számát, Kisné Nyírcsák Erika tanárnő előadásában. Kíváncsi leszek, hogy fognak érezni azok az osztálytársaim,
akik Nyíregyházától Kőszegig összesereglenek itt a gimnáziumban. De el tudom képzelni, valószínű úgy, mint az a diák, akit Kisné Ökrös Julianna személyesít meg Váncse Zoltán versében. Julika 1969-ben érettségizett a kertészeti osztályban. Szabadi Imre volt a magyar nyelv és irodalom tanára, aki megszerettette vele a verseket. Hadd említsem meg az osztályfőnökét is, néhai Szentesi János tanárurat, akire mi fiatalabbak is tisztelettel emlékszünk. Kérem, fogadják őt szeretettel. Váncse Zoltán iskolában. Beléptem a régi iskolába, hol diák voltam egykorom. Meghajoltam a múlt és jelen emlékét őrző udvaron. Körülnéztem. A júniusi nap perzselte a lombokat. A vén akác már elvirágzott, alatta ültem oly sokat. Erre sétáltam, ott futottam, drukkolva vártam a csengetést. A kőkerítés meg a tűzfal vízhangozta a nevetést, a diák zsivajt, mint egy csapásra felfalt a szürke tanterem. Most itt állok. De hol is ültem? Mely padra véstem a nevem? És hol vannak az osztálytársak, a tanáraim, a cimborák? Nézem a Zsongó utcaképet a tantermi ablakokon. De csak az emlékeim jönnek. Majd gyors lábon futnak el tovább. Bezárt a földszint szögletében a szertár, a tanári szoba. Szunnyad a csend a folyosókon, hol sok-sok tagló néz le rám, s a diákarcok kérdik tőlem. Tényleg ez volt az iskolám? Igen, ez volt. Én itt tanultam. Nem csak a magyart, a fizikát. Ember lettem, és hittel vallom, szeretni kell az iskolát, mert szentély ez. Akár az ember, ki most a múltat kéri feligazolni, egy örök tétel, hogy élni jó, és élni kell. Szeretnék egy pár szót szólni még a diákokhoz. Ennyi év távlatából nagy szeretettel gondolok a régi iskolákra, a diák évekre. Tisztelettel és szeretettel gondolok a tanáraimra, akik megtanítottak bennünket a szeretetre, sok-sok tudásra, egymás iránti szeretetre, és nem utolsó sorban a munkára, hogy a nagybetűs életbe kikerüljünk és helytálljunk. És a diákoknak szeretném még mondani, illetve a versemből idézni, hogy szeressétek az iskolát, mert szentély ez. Kedves vendégeim, folytassuk az estét egy találós kérdéssel. Kire gondolok? Hegedű játékával besegített a gimnázium zenekarába, bár ő nem itt volt gimnazista. A Szakács házaspár nyugdíjazása után 1981 őszétől óraadóként tanította az énekzenét a gimnáziumban 16 tanévben. A mi évfolyamunk volt az első osztály, akinek énekzenét tanított. Néhány nevet hadd említsek az teljesség igénye nélkül. Fitos Ildikó, Molnár Ilona, Tomán Ildikó. Bajlásunkra a harmadik évfolyam jóhangú, lelkes diákjaiból még kamarakórust is alakított. Tanítványai voltak még Bíró Nelli, Varga Kata, Tölgyesi Attila, Kórik Erika, Bódi Beáta,
hogy csak néhány nevet soroljak a sok közül. És végül, amit mondanék róla, ő városunk zenei életének meghatározó személye. Van egy tippünk? Ő Cicerné Darai Erzsébet, akiről beszéltem. Erzsike büszkén emlegeti a mai napig, hogy a klasszikus sárospataki diákdalokat a mi évfolyamunk tanította meg neki az iskolaudvar buxusai között. Fontosnak tartja még megjegyezni, hogy szívén viseli a gimnázium sorsát, hisz az egész családja itt érettségizett, és lánya Viola pedig jelenleg is az iskolában tanít. Hallgassák nagy szeretettel Bihari János egyik verbunkos dallamát, egykori tanárom Cicerné Darai Erzsébet előadásában szóló hegedűn. Szabó Péterné, tiszadobi néptánctanár.
szépen tanárnőnek és a gyerekeknek ezt a fergeteges táncot. Következőben arról szeretnék beszélni, hogy iskolám diákjai megállták helyüket az életben. Az itt végzettek közül megkerestünk néhány kedves személyt, akik vállalták, hogy interjút adnak. Szintén volt diákunk Fülöp Attila részére. Nem volt egyszerű a dolgunk, hisz oly sokak közül válogathattunk. Az első videó egykori diákunkról, Balog Ilona doktornőről szól, amelyet a Tiszavasvári Városi Televízió YouTube csatornáján tekinthetnek meg. Balog doktornőről a következőt szeretném elmondani. A magyar értelmező kéziszótás szerint egy emberöltő egy-egy emberi nemzedék kifejlődéséhez szükséges 25-35 év. Doktornő már majdhogy nem két emberöltő óta szolgálja Tiszalök városát, osztozik az itt élő gondjában, bajában, örömében. A gimnázium egykori diákja volt szakácsigazgató úr regnálása idején. Mint ahogy a költő Radnóti Miklós, ő is elmondhatja magáról. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy virág, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. Tőzsgyökeres tiszalökiként mindenkit ismer a városban. A teljes interjú megtekinthető lesz az interneten. Most pedig egy tánc következik a tiszalöki tánckar előadásában. A pénzünket mi majd elmulatjuk a bálban, ugye, szombaton. Ellenben a tiszalöki tánckar nem vár szombatig. Ők már ma este elkezdik a bulit, de előtte megérdemlik, hogy pár mondatban bemutassam őket. A tánccsoport 2019-ben alakult, tehát egy fiatal csapatról van szó. Az első bemutatkozásuk a helyi főtéren, egy nagyszabású produkció, az István a király című rockoperában volt. A nagy sikeren felbuzdulva tovább folytatták próbáikat, jobbnál jobb, szebbnél szebb koreográfiákat tanultak be, és azóta is rendszeres résztvevői a városi rendezvényeknek, ünnepségeknek. Meghívásunkat örömmel fogadták. Jelenleg 11-en táncolnak, közülük 4-en a Telekiben végeztek. Lelkesen készültek a ma esti gálára és a szombati bálra is. Most egy kalapos táncot adnak elő. Fogadják őket szeretettel. Zené! Már régen macerálatban veszik, hogy éljek jó a pénzemé. Ezennel megnyugtatom védekő, most forgatom a bennő. A pénzemet én már a minden mulatom, kalapom, a szememben borítom. A sváb hegyen is a fülemben húzatom, kalapom, a szememben borítom. Minden kubában komorékig veszek, ó, mától tehát sírjon a bankigazgató. A pénzemet én már a minden mulatom, kalapom, a szememben borítom. Kötöm a hajamba szép másikat, mert mostan én s nem másikat. Magamnak megveszem a lánchidat, áttik zsebóra láncnak. A pénzemet én már a minden mulatom, kalapom, a szememben borítom. A sváb egyet is a fülembe húzhatom, kalapom, a szememben borítom. Minden kubában gombol én kiveszek, ó, mától tehát sírjon a bankigazgató. A pénzemet én már ma minden mulatom, kalapom, a szememben borítom. Mulasson délelőtt és délután, éjfél előtt, éjfél után. Ma már csak okos ember írt, tehát már nincs is vég.
Akivel Fülöp Attila interjút készített, dr. Bornár József. Dr. Bornár József 1974-től 78-ig volt iskolánk tanulója. A vele készített interjúból is kiderül, hogy szívesen emlékezik vissza egykori alma máterére. Családias légkörben teltek a gimnazista évei. Ebben az időszakban döntötte el, hogy állatorvos lesz. Úgy érzi, hogy a gimnáziumban jól felkészítették az egyetemre. 5 évente rendszeresen tartanak osztálytalálkozót, és jó alkalomnak tart minden visszaemlékezés. Úgy gondolja, jól választott, mikor annak idején telekis lett. A vele készített interjú is elérhető lesz az interneten.